Harmadik lépés. Az út kezdete a tisztulás ideje. Ott kell hagynod a világ zaját, zűrzavarát. Jézus így tanít, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Hogy az úton meglásd őt, meg kell tisztulnod a bűntől, és mindattól, ami lehúz, rabbá tesz, veszennyez. Szent Pál apostol ezt írja, nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom, hanem megzabolázom és rabságba vetem testemet, hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak. Legyen ez az út olyan futás, amelyben erősödik a lélek, amelyben győzni tudsz a rossz a bűn fölött. Fogadd erősen az út nehézségeit, kellemetlenségeit. Legyenek ezek is a megtisztulás eszközei a számodra. Miből akarok szabadulni? Mi az az én életemben, ami behálóz, rabbá tesz?